Sziasztok srácok! Megtört a jég, megjött az első olyan e-mail egy videóval, amiben tanácsot kér egyikőtök tőlem. Egy igazából alapfogást illetően ez az első videó. Már örülök, hogy egy darab legalább jött, mert tudom, hogy mi jár a fejetekben igazából. El tudom képzelni, hogy hogy mennyire nehéz lehet kilépni abból a komfortzónából, hogy valamit uh, levideóz, amivel most nem tudok jobb szót mondani rá, bénázol, és hogy így a nagy nyilvánosság előtt uh, tanácsot kérje tőlem. Viszont uh, uh, még egyszer. Uh, fel szeretném hívni mindenkinek a figyelmét erre a lehetőségre, hogy nyugodtan a varázspercekukacgmail.com-ra, hogyha egy fogással vagy valamivel kapcsolatban tanácsra lenne szükségetek, mert nem megy nagyon, videózzátok, leküldjétek el, és segítek, nem kell attól félni, hogy, hogy, hogy most ez most uristen megláttam vagy mások meglátják, hogy mennyire bénázol, vagy akármi, és, és, és nevetség tárgyává fognak titeket tenni. Ezt nem fogom hagyni úgy Se, tehát ettől nem kell félnetek. Fogjátok fel ezt úgy, mint ingyenes tanácsadást tőlem, ragadjátok meg a lehetőséget, mint ahogy az első videó beküldőnk is megragadta a lehetőséget, ő Márton, Márton. pár kommentjét már láttam Mártonnak, tehát ő biztos, hogy aktív követője a csatornának. Nézzük meg tulajdonképpen, hogy... Hogy ö, miben kérte Márton a, a segítségemet, és utána pedig adom a tanácsot. Lássuk! Szia Demiem. A legyező nyitás nem megy, és ebbe szeretnék tőled segítséget kérni. Na kedves Márton, ö, megnéztem a videódat, igazából most közösen mindannyian megnéztük a videót, és ö, van egy nagyon jó hírem számodra, hogy nem olyan rossz az a legyező, és igazából többiek ö, kommentben nyugodtan ö, önbizalmat önthettek Mártonba, mert szerintem nem olyan rossz az a legyező. Ö, Láttam egy-két uh, dolgot, tudok egy-két tanácsot adni, mert szerintem uh, legalábbis van egy olyan érzésem, hogy az lehet neked a problémád ezzel a legyezővel, mert a, a videó legutolsó legyezője az egészen szépen néz ki, uh, és uh, szerintem az lehet a problémád, hogy uh, ha sokszor megcsinál egymás után nem mindig szépen nyílik ki a legyező, hanem néha vannak ilyen kis rések benne. Uh, menjünk oda a szokásos asztalhoz, és akkor ott adok egy-két uh, tanácsot, egy-két finomítást ehhez. Na, tulajdonképpen ö, a legyező, hogy ilyen szép, ö, hát ez majdnem egy teljes kör, tulajdonképpen, hogy így nyíljon ki. Tudom, ö, az szokott lenni általában a probléma, és Mártonnak is valószínűleg az lehetett a problémája, hogy miközben nyitja, ö, keletkeznek ilyen rések időnként. Ez tényleg, ö, hogyha nagyon sokat gyakorolja az ember egymás után sokszor csinálja, akkor ez így fog működni. Ö, a másik meg ö, sokaknál az van, hogy csak így ekkora vagy hát most mutatok valamit, tehát hogy mit tudom én, így néz ki a legyező. Tehát nem ez a, ez a majdnem teljes kör alakú, hanem kicsit ilyen ilyesmi inkább. Ezt két dologgal tudjátok megoldani, hogy ilyen körszerű legyen. Az egyik az, hogy mikor kézbe vesszük a kártyát, ugye úgy tanultuk, hogy ebből a kacsacsőrös dologba így befogjuk, nem tudok jobban tanácsolni. Ezt próbáljátok ki, jó? Ezt próbáljátok ki legyezőnél. Fogjátok meg így a csomagot, jó? Mindenki fogja meg így a csomagot. Így. Tényleg csak gondolkodás nélkül próbáljátok ki. Kommentbe írjátok le különben, hogy hogy, hogy, hogy sikerült a dolog, mert kíváncsi vagyok rá. Ez egy ilyen, ilyen impulzív technika, tehát ez a rögtön belevágunk és úgy próbáljuk meg megérezni, hogy hogy kell csinálni dolog. Tehát fogjátok meg így fölül a paklit, készüljetek fel, és lassú, lassítva mutatom, hogy mit csináljatok. Ti gyorsan csináljátok, gondolkodás nélkül. Lassítva csináljátok azt, hogy így a kártyát ide beveszitek, úgy, hogy nem így egyenesen, hanem így bedöntve. Jó, tehát így bedöntve lesz. És anélkül, hogy elengednétek a paklit, így bedöntve, csak itt engedjétek el, hüvelykúj maradjon ott, és hüvelykújjal hirtelen... Így nyissátok ki, úgyhogy elindul, és a végén, tehát így a hüvelykül az így kicsit így nyílik, így jó, tehát miközben innen indul, és miközben csinálom, így nyílik ki. Jó, tehát hogy a végén, látjátok, T -t 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 -t, és már csak így simogatom a tetejét. Ezt próbáljátok ki, kíváncsi vagyok, tényleg írjátok le kommentbe, hogy hogy sikerült, próbáljátok ki, mert sokszor, tehát sok tanítványomnál volt az, hogy úgy jött össze nekik a dolog, és úgy éreztek rá, hogy tényleg ezt a technikát csinálták, hogy csak így megfogták, úgy pukk és már nyitották is. Ha valakinek ez működik, annak működik, ha valaki kicsit részleteiben kíváncsi a dologra, akkor azt kell csinálni, hogy tehát ne így rakjuk be teljesen, mert akkor a nyitás az tényleg csak ennyi lesz, hanem próbáljuk meg tehát ahonnan kezdenénk, ahonnan szeretnénk látni, hogy elinduljon a legyezünk. Jó, kiskezűek, kiskezűek, akiknek kisebb a kezük, ott még ez kicsit ilyen problémás lehet, nekik azért, nekik azért szoktuk ajánlani a bridge kártyát, ami ugye ekkora, tehát egy kicsivel rövidebb, mert akkor úgy könnyebb, de ö, nyugodtan próbáljátok ki ti is ezt a dolgot, hogy nem így tartjuk, hanem egy kicsit már így bedöntjük, és akkor úgy nyitjuk. Jó, a dolgot. Ez pedig, hogyha vannak ilyen, ilyen rések, ha vannak ilyen rések, ezt csak azzal tudjátok orvosolni, hogyha azt gyakoroljátok, azt gyakoroljátok, hogy ö, két dolgot, hogy itt mennyire szorítjátok, tehát itt nem muszáj szorítani, mert hogyha én szorítom, most jól megszorítottam, látjátok? Teljesen más. Ne szorítsátok, hanem tényleg ilyen kis lazán. Tehát szinte, szinte így, így, így ilyen lazán tartom a dolgot, tehát hogy ne essen ki a kezemből, de nem nyomok rá nem nyomok rá, jó? Tehát nem nyomok rá, hagyom, hogy tényleg tudjanak a lapok szépen pörögni, tehát ilyen nagyon-nagyon lájtosan fogom meg, tehát mint törékeny lenne. Képzeljétek el, hogy, hogy nagyon vékony üveglapokból vannak a kártyalapok, és hogyha megszorítjátok, akkor így recsen szét, jó? Tehát ilyen nagyon lájtosan fogjátok meg. A másik pedig, amit gyakorolni kell, tehát ez az első, hogy ez a szorítás, hogy mennyire kell szorítani, nem szabad szorítani, tehát mennyire lájtosan kell fogni, hogy ez nektek működjön. A másik pedig, amit gyakorolni kell, az pedig ez a fajta dolog, hogy az ujjam, megpróbálom úgy mutatni, nézzétek, közben nyitom, figyeljétek meg, hogy így kezdem, ez egy nagyon jó kameraállás, most ez jól fog kinézni, tehát így kezdem, jó, nem így kezdem, tehát nem így nyitok, hanem így kezdem, jó, és amikor elindítom, nézzétek, hagyom, hogy az ujjam, tehát nem tartom így az ujjamat, és így akarom végig, hanem hagyom, hogy a kártyák tolják a, a hüvelyk ujjamat kicsit hátra. Ö, tulajdonképpen tényleg hagyom, hogy hajoljon kicsit hátra, és akkor tulajdonképpen ennyit csinálok a nyitásnál, hogy elkezdem, tehát megy, 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 és látjátok, hogy nyílik ki az újam, Tehát nem marad így, tehát nem így nyitok legyezőt, hogy így, hanem elindítom, t -t 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 -t, hagyom, hogy jöjjön hátra, és utána az utolsó lapoknál szinte csak így, simítom végig a lapokat. Jó? Tehát ez talán, így, ez talán így jól néz ki, és ez talán így, így érzékelhető, hogy, hogy mit csinálok pontosan. Jó? És így fog szépen, tehát ezt mind gyorsba kell csináljtok, és így fog szépen kinyílni legyezőbe ez a pakli. Hát így hirtelenjében így, így ezt tudtam erről a legyező dologról mondani, tanácsolni ez is tényleg az a fogás, amit, amit, sokszor kell csinálni, miközben ül az ember a tévé előtt. Ja, még egy dolog, még egy dolog, hogyha ha gyakoroljátok a legyezőt, és te Márton is, hogyha gyakorlod a legyezőt, meg bárki más, hogyha nagyon sokat gyakorolja a legyezőt, egy idő után egy kicsit pörgessük át a, a, a lapokat, kicsit kevergessünk rajta, jó, mert... Ö, a gyakorlásnál izzad, izzadunk és összeizzadjuk a paklit, és jobb, hogyha egy kicsit megvannak a, lapok kutyulva. Jó, tehát hogy cseréljenek helyet egy kicsit, és akkor utána újra lehet kezdeni a dolgot, mert előfordulhat, hogyha például most mutatok egy példát, ha egy lap nagyon nagyon van izzadva, nagyon van izzadva, nézzétek, itt van egy lap, ez a Tref 4-es, most a treff 4-es, ő az izzadt lapom, és a treff 4-esnél, hogyha ha sokat csinálom, mindig a treff 4-esnél lesz egy kicsit bibis, mert ő most egy agyonizzadt lap. Viszont, hogyha az agyonizzat lapomat fölrakom a tetejére, mert előfordulhat, hogy lesz ilyen lapotok, ami a nedvességet, mondjuk, mert alul volt, és ott fogtátok, jobban beszívja, hogyha azt megszüntetem, akkor már is sokkal szebb lesz a dolog. Jó, de hát az a lényeg, hogy hogy szelőztessétek a paklit ö, gyakorlás közben, bármit gyakoroltok, mindig legyen. Tehát ne egymás után 35 milliószor ugyanazt a fogást, hanem csináljátok, csináljátok egy jó párszor, utána kicsit szelőztessétek át a paklit, hogy ne ragadjon, ne izzadjon halálba, és akkor utána lehet ö, folytatni. Jó? Tehát pörgetés, és utána mondjuk megvan ez, és akkor tük. Lehet nyitni az következő legyezőt. Jó? Tehát ö, egyszerre két-három fogást gyakoroljatok, és akkor mindig váltogatni ö, fogjátok úgyis őket. Márton, remélem tudtam segíteni, és ö, hasznosnak találod ezt az egy-két apró kis fogást, amit amit ö, mutattam. Én remélem a többiek is tudtak belőle ihletet meríteni, hogyha esetleg nekik is problémájuk volt a, a legyezővel. Ö, többieknek mondom, hogy ö, ne felejtsétek, varázspercek, kukaszgmail.com, nyugodtan küldjétek, hogyha ha bármiben a segítségemre lenne szükségetek. Ígérem, megpróbálok minden videót megnézni, hogyha több jön, akkor csinálok ebből egy, egy hosszabb videót, és akkor egyszerre több ö, kérdésre, kérésre válaszolok, vagy adok tanácsot. Ezzel tulajdonképpen remélem, hogy elindul egy új sorozat, remélem elindul vele egy új sorozat, ez a... Ez a tikültétek vagy tikértétek, nem, tikültétek inkább az jobban hangzik, ez a tikültétek sorozat. Hogyha tetszik ez a sorozat ötlet, meg alapvetően ez a, ez a mostani videó, akkor lájkoljátok. Ez a lájk, like ez igazából Mártonnak is szól, hogy ne adja fel, és neki is küldjetek egy lájkot, like hogy jól csinálja, jó úton halad. Ha nem tettétek volna még meg, akkor most feliratkozhatok a csatornára, elég a logóra kattintani, amit itt a jobb alsó sarokban láttok, és akkor hamarosan egy újabb videóval várlak majd benneteket. Sziasztok!